Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia április 27-én. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel. A mi asztrológiánk szerint és az indiai asztrológia szerint. Itt van egy különbség, de összehasonlítjuk. Az indiai asztrológiában a nap még a kos jegyében áll. Az mutatja a havi témát. Oda kell, hogy nézzünk. Ez lehet egy új kezdet is, de nem szabad elfelejtenünk, hogy itt a tűz eleméről van szó, ez mutatja a bátorságot, a lelkesedést is. A mi asztrológiánk szerint a nap már a bika jegyében van, az mutatja a nyugalmat, azt is, hogy élvezzük az életet, és utal az anyagiakra. Visszatérve az indiai asztrológiára. Abban az áll, hogy a hold a határon van. Délelőtt még a bika jegyében, délutánra átmegy az ikrek jegyében. Tehát van egy változás. Amikor a hold átjutott az ikrek jegyébe, a levegő elemébe, van egy kapcsolata akkor Plutó bolygóval, és ez délután érezhető. Ezt a kapcsolatot quincunx aspektnek nevezzük. És ezt úgy tudnám elmagyarázni, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Én itt mindig példaként az ingát mondom. Képzeljétek el, hogy előttetek van egy inga, és valaki kérdez benneteket, hogy mondjátok meg, mi fog következni, melyik irányba fog az inga kimozdulni. Balra vagy jobbra? Az is lehet, hogy meg sem mozdul. Mit válaszolnátok? A válasz így hangzik. Nem tudom, fogalmam sincs. És pontosan ezt érezzük a délután folyamán. Hogy ezt mi váltja ki, ezt nem lehet tudni. Mindkettő asztrológiai területen van egy jó kapcsolat Mars és Vénusz között. Ez már napok óta így van, ez kihalt a szerelmi élet területére. Ez kellemes, és jó hatással van ránk a párkapcsolat területén. Ami viszont közeledik, és az bekövetkezik holnap vagy holnap után, az egy rossz hír. És honnan jön ez az energia? Merkur bolygó és Szaturnusz bolygó egy rossz kapcsolatban áll. Annak ellenére, hogy itt mondanám, hogy nincs semmi rossz a csillagok között, csupán az, ahogy ránk hat ez a feszültség, ez érezhető lesz. Merkur bolygónál vagy egy rossz hír, vagy egy vita. A Szaturnusz bolygó hatása alatt ez korlátokat jelent. Az előfordulhat, hogy emiatt a koronavírus miatt további korlátozások lesznek, és ezt olvassátok az újságban. Az is lehet, hogy valakivel beszéltek, és valaki korlátokat tesz elétek, és úgy gondoljátok, hogy most ebben a helyzetben nem megy tovább. Ez a korlátozás kihat a kommunikációra. Előfordulhat, hogy szeretnétek valamit mondani, viszont úgy gondoljátok, hogy ez nem egy okos dolog azt kimondani, amire ti gondoltok,
mert így nagyobbak lesznek a feszültségek, a korlátozások, és jobb, ha hallgatunk. Mint mondtam, ez holnap és holnap után lesz. Ez a feszültség, ez a Merkur-Szaturnusz kvadrát, ez mind a két asztrológiában így van. Az indiaiban is, és a mi asztrológiánk szerint is. Van még egy feszültségeket kialakító kapcsolat, de csupán a mi asztrológiánk szerint, mégpedig egy hold és Neptun kvadrát. A Neptun hatása alatt gyakran az az érzésünk, hogy valaki becsapott bennünket, és óvatosak vagyunk. Ez kihat az érzéseinkre is, gyakran csalódásokat mutat. Ez lehet egy jelenlegi helyzet is, tehát legyetek óvatosak, de az is előfordulhat, hogy itt emlékekről van szó, és ez, ami most szomorúvá tesz titeket, előfordulhat az is, hogy nem bíztok valakiben, mert ilyen emlékeitek vannak. Lehet, hogy a jelenlegi helyzetben, vagy ezzel a személlyel kapcsolatban nincs is összekötetésben, de az emlékek, ezek itt vannak, és félelmek is, hogy újra csalódottak lesztek. Ez utalhat bizonytalanságokra is. De gondoljatok arra, hogy most Mars-Vénusz energiája alatt egy nagyon szép befolyás van, ami jól hat jelen pillanatra a szerelem és a párkapcsolat területére. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett tithik. Azt számolják vagy újholdtól, vagy teliholdtól. És mutatja, hogy milyen messze van a hold a naptól. A mai nap a negyedik tithit jellemzi, és az indiai asztrológusok ezt úgy mondják, hogy most mi egy kereszteződésben vagyunk. És kell, hogy tekintsünk egy irányba, vagy feltesszük itt a kérdést, hogyan tovább. Sok esetben ez a tithi jelenti azt is, hogy korlátozások vannak, és ezt át kell, hogy lépjük. A hold a mai napon a Mruga holdházban található. Mruga összekötetésben áll Orion csillagképpel. Ez egy nagyon hatalmas, nagyon szép és nagy csillagkép. Orion egy ilyen égi vadász, és megy vadászni a kutyájával. De hogy hat ránk? Mi úgy érezzük most, hogy kell, hogy egy új irány legyen. Kell, hogy valami új történjen az életünkben. Mint hogyha vadásznánk valami után, de nem tudjuk, hogy mi az. Ami itt fontos nekünk, hogy tudjuk, hogy mi legyen az, amit keresünk. Mert ez egy ilyen belső nyugtalanság, ami arra utal, kell, hogy valami új jöjjön. Keresünk valamit. Ha tudjuk, hogy mi az, akkor vannak céljaink. Ha nem tudjuk, akkor érezzük ezt a belső feszültséget, és nem tudjuk az okát. Tehát kell, hogy ma elgondolkozzunk azon, mit szeretnénk elérni? Milyen irányba kell, hogy mozogjunk? Mert ez a belső nyugtalanság azt jelenti, hogy mozgásba kell, hogy legyünk. Ha tudjuk az irányt, akkor az egy megnyugtató érzés.
Ezt mutatja Orion is, mégpedig az ő kutyája. Az ő vadász kutyája mutatja az északi sarkot. És az annyit jelent, és a múltban is annyit jelentett a hajózás területén például, és ez irányít bennünket. Ez a csillagkép annyit közöl velünk, hogy kell, hogy valaki irányítson bennünket, vagy mi nézzünk arra felé, amit el szeretnénk érni. De ahhoz célok kellenek. A mai napon vannak kármikus témáink, mert a hold a kármikus csomón van, mégpedig a felfele haladó kármikus csomó, amit az indiai asztrológiában Rahunak neveznek, és ez a hold csomó, és a hold mai mozgása, mert eléri ezt a hold csomót, ez Alnat csillag hatása alatt áll. Alnat annyit jelent lefordítva, hogy mozgás, hogy mozogjanak az események, mégpedig abban az irányban, ami nekünk fontos. Ennél a felfele mozgó holdcsomónál ez lehet valami új is, amit mi még nem ismerünk, és itt vannak kármikus témák is. Az is lehet, hogy itt valamit kell, hogy tanuljunk az élet iskolájában. És most az elemekről. Az indiai asztrológiában a nap és Merkur bolygó a tűz elemében van. Itt fontos, hogy oda nézzünk valamire, és tegyünk lépéseket. Merkur hatása alatt a kommunikáció is nagyon fontos, hogy bátrak legyünk, és kimondjuk azt, amit mondani szeretnénk. Viszont, ha a beszédről van szó, hozzá kell tennem, ma még ez kellemes lehet, viszont holnap és holnap után valaki a számunkra nemet mond, vagy nem hallgatja meg azt, amit mi közöltünk vele, vagy ezáltal kialakulnak viták, vagy nézeteltérések. Ez fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy holnap és holnap után ez a feszültség van a kommunikációk terén. A Föld elemében van Hold, Mars, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz bolygó. Ez jelenti a biztonság érzetét, mutatja, hogy mennyire fontos a pénzügyi dolgokat rendezni. A levegő elemében van a mi bolygónk, a Föld, és ez mutatja azt, hogy mire van szükségünk a levegő eleménél, a szabadságra, arra is, hogy könnyen beszéljünk arról, amit mondani szeretnénk. Délután át kell a hold az ikrek jegyébe, tehát a levegő elemébe, viszont van ez a Plutó hatás, ami azt mutatja, hogy nagyon bizonytalanok vagyunk, és kell, hogy a nyugalmunkat megtartsuk. A víz elemében nincs bolygó, viszont erre is szükségünk van, mert nekünk mind a négy elem fontos. A víz eleme az érzelmekre mutat, az álmainkra, az intuíciónkra, és ha ezt éljük, és hallgatunk a belső hangunkra, az álmainkra, az érzelmeinkre, ez egy megnyugtató érzést jelent. A mi asztrológiánk szerint a tűz elemében van Merkur bolygó, ugyanúgy, mint az indiaiban is, a Föld elemében van a Nap és Jupiter bolygó, és ez fontos, hogy az anyagiakat rendezzük,
ha valakinek bírósági ügye van, az most így a következő napokban, hetekben rendeződni fog. A levegő elemében van a Hold, Vénusz bolygó, Mars bolygó és Szaturnusz. Ez a könnyűséget mutatja, tehát másképp, mint ahogy az indiai asztrológiában, könnyűség a szerelmi élet területén, egy jó érzés, és a víz elemében van a mi földünk, az pedig arra utal, hogy mire van szükségünk, az érzelmekre, az érzelmeket élni, azt kimutatni. És ez volt a mai mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, a viszonthallásra!